Az előadásomnak a címét tetszenek látni fönt a képernyőn, egy kicsit rejtélyes és sokat mondóan semmit mondó cím. Ez a katonai útrianomba kérdőjellel ráadásul. Úgy gondolom, hogy nem, nem magyarázom el most pontosan mire gondoltam, az előadásomból remélhetőleg ki fog derülni. Még annyit, hogy a hogy remélem a hangom ki fogja bírni ezt az egy órát. Az utóbbi időben volt némi megfázás, ami is vannak bizonyos két eljéim, talán hallatszik is a hangomon, hogy kis tisztulás. De remélem, hogy menet közben ki fog tisztulni. Nos tehát, a kereken száz esztendejel megkötött triadoni békeszerződéssel kapcsolatos mítoszokról és legendákról a hazai történettudomány utóbbi időben számos alkalommal kifejtette az álláspontját. Elég itt talán romsis Gergely, Ablonci Balázs, Hatos Pál, vagy legfrissebben Révész Tamás munkáira utalnom. Ezeknek a mítoszoknak, illetve legendáknak jelentős része közvetlenül katonai vonatkozású. Ami nyilván érthető, ha meggondoljuk, hogy Magyarország egy vesztes háborút követően kényszerült az említett békeszerződés aláírására. Sok esetben direkt ok-okozati ok összefüggést tételeztetik az ország 1918 őszi elégtelen védelmi képessége és a trianoni országhatárok között, mondván, ha az osztrák magyar monarchia katonai veresége és felbomlása idején megfelelő haderő áll rendelkezésre, úgy az elszakított területek idegen megszállására nem kerül sor, és a párizsi békecsinálók számunkra legalábbis kedvezőbb határokat rajzoltak volna a térképre. Hogy azután azok jelentsék a független Magyarország új határait. Pedig folytatódik az efféle érvelés, az utőképes magyar hadsereg megteremtéséhez a feltételek adottak voltak. Zárójel. Léteznek olyan túlzó vélekedések is, mint például Kristóf Józsefé. Ő az. A, az egykori belügyminiszteri, aki annyi hadba betető magyar alakulatot számolt össze utólag, hogy az szerinte nem csak az ellenséges invázió visszautasítására volt elegendő, hanem Prágát, Belgrádot és Bukarestet is elfoglaltuk volna, ha éppen kedvünk tartja. Zárója bezárva. <kül> már most, ha a feltételek hadva voltak, akkor kizárólag szándékos rossz akarat, vagy bűnös hozzá nem értés okozhatta, hogy a magyar határok 1918 őszén nyitva álltak az idegen betulakodók előtt. És a gondolatmenet végén már is fel lehet mutatni a felelősöket, a bűnbakokat, akik így módon kétség kívül nem az ország elégtelen védelmi képességeiért, de egyúttal trianonért is felelőssé tehetők. Ugyanakkor viszonylag ritkán kerül szóba az a kérdés, hogy vajon miért volt egyáltalán szükség arra, hogy a birodalom összeomlása következtében hirtelen függetlenné váló Magyarországnak menet közben kelljen megszerveznie saját hadseregét. Másképpen fogalmazva, miért nem rendelkezett Magyarország a dualizmus keretein belül is saját nemzeti haderővel? A kérdés annál is inkább jogos, mivel egyrészt a két központú monarchia egész fennállása alatt az önálló magyar haderő kérdése tulajdonképpen végig napirenden volt, ha nem is mindig azonos fontossággal bírva. Másrészt pedig könnyen belátható, hogyha az ország 1918 végén rendelkezik saját haderővel, akkor védelmi képességei bizonyosan sokkal erősebbek lettek volna, mint amilyennek a valóságban lettek. Ezen a ponton természetesen felvethető, hogy miért ne lett volna az összeomlás idején magyar haderő, hiszen létezett a magyar király honvédség. Azt nem tekinthetjük nemzeti haderőnek? Nos, természetesen nem és nyilván a kizárólag háború esetén felállítandó népfölkelést sem. A hadtörténeti irodalom ezt a nemleges választ állaposan kifejtette, itt most a rövidség kedvéért megelégszem azzal, hogy a választ néhány elemét említem. Így mindenek előtt azt, hogy a honvédség a hadrafogható magyarországi férfiak kisebbik felét foglalkoztatta, a többség kezdettől a közösnek mondott birodalmi hadseregben szolgált. Ezen kívül eleve második vonalnak szánták. Nem rendelkezett képességgel és műszaki csapatokkal. Az előbbi csak közvetlenül a világháború kitörés előtt 1912-ben pótolták. És mellesleg ekkor hozták azonos szintre a honvédségbeli szolgálati időt is a közös hadseregével, ami általában két év tényleges és tíz év tartalékos szolgálatot jelentett. De nem volt a honvédségnek saját vezérkara, vagy tábornoki kara, és a hadrendben akkor is alá volt rendelve a közös hadseregbeli felső parancsnokságoknak, ha 1914-re legalábbis törvényileg azonos szintre emelték a közös hadsereggel. Ekkor, azaz a világháború kitörésekor az osztrák-magyar monarchia 48 gyaloghadosztálya közül 8-at, 11 lovashadosztálya közül pedig 2-t az ötödiket és a tizenegyediket honvéd jelzővel látták el, mivel kizárólag honvéd alakulatokból álltak. Ugyanakkor a honvédség főparancsnoka meglehetősen korlátozott jogkörrel rendelkezett. Erről sokat tudna mesélni ról Lovassági tábornok, a honvédség a főparancsnoka, aki kénytelen volt annak idején eltűrni, hogy a budapesti parancsnok, Telszianszki Károly megalázó módon háttérbe szorítsa őt. Itt látható a két uri ember. A honvédségben szolgáló tisztek presztízse sem érte el közös hadseregbeli kollégáikat, kollégáikét. Igaz, ezt gyorsabb előmenetellel és magasabb fizetéssel próbálták ellensúlyozni. Summa summarum, a honvédség nem tölthette be a nemzeti hadsereg szerepét, mivel elle eleve alkalmatlaná tették. Ennek okait lényegében a kiegyezés körüli időszakban kell keresnünk. Deák Ferenc és András Gyula a kiegyezés létrejöttének magyar részről két legfontosabb politikusa volt, az utolsó olyan politikai szereplő a dualizmus történetében, akiknek egyáltalán módjukban lett volna, hogy egy önálló magyar nemzeti haderő létrejöttéért harcba szálljanak a Bécsi udvar értékeseivel, mindenek előtt az uralkodóval, Ferenc Józseffel. Ők azonban nem tették. Miért? Azért, mert sem Deák, sem Andrássy nem támogatta egy ilyen önálló magyar nemzeti hadsereg megteremtésének a gondolatát. Ami Deáknak a katonai kérdésekkel kapcsolatos képzését illeti, a szakjadalomból általában ismert, hogy ő már a kiegyezési tárgyalások kezdete előtt is, határozottan ellenezte a haderő kettéhoztását. Angyal Dávidnak, ugye a neves történésznek, a politikus születését szentenáromjára írt remek tanulmányából tudjuk, hogy ugyan az 1830-as években, idézőjel, nagyon közel járt Deák az egészen önálló gondoltához bezárva, sőt még 1848-as kormánytakként is volt némi remény arra, hogy fölállítható az egészen magyar s független királyi hadsereg. Idézetbe zárva. A 60-as évek elejére azonban eljutott ahhoz az eszméhez, amely angyal szerint a legfontosabbnak bizonyult katonai kérdéssel kapcsolatos tartózkodó álláspontja kialakításában. Nevezetesen, hogy a kiegyezés elvi alapjáról szolgáló pragmatika szankcióból származtatott közös és kölcsönös védelem két különálló hadsereggel, nem valósítható meg. Figyelmet érdemel e tekintetben a képviselőházban 1871. január 10-én elmondott beszéde, ahol ezeket mondta, idézem. Igaza van egyik érdemes képviselő úrnak, hogy jöhet idő, amikor lesz szükség különálló magyar hadseregre. De mikor következik be ezen idő? akkor, ha a kiegyezés szétbomlott, ha Magyarország ismét azon helyzetben lesz, hogy ismét a personál uniót kénytelen sürgetni, akkor önként bekövetkezik a külön hadsereg szüksége. És azok részéről, kik elejétől fogva ezt vitatták, óajtották, igen, természetesnek találom, hogy óhajtják mindazt, ami csupán a személyes unióra alapított viszonyból következik. Ez az idő, mondom, bekövetkezhetik, talán nem is általunk, nem a mi törekvésünk, hanem események folytán. De én kimondom lelkem belső meggyőződését, hogy ha bekövetkezik, ez Magyarországra nézve súlyos csapás lesz. Idézet vége. Ami pedig András álláspontját illeti, utolsó parlamenti felszólásában 1889-ben immár nagybetegen határozottan cáfolta, hogy a kényezési tárgyalásokon akár ő, akár Deák valamiféle idegenes megoldásra törekedtek volna bármilyen kérdést, így a hadsereg kérdését illetően. Ellenkezőleg mondta, a céljuk az volt, hogy kiszámíthatatlan nemzedékeken keresztül sem kérdés, sem alkutárgya ne legyen az a közjogi viszony, amit közösen megalkottak. A gróf világosan fogalmazott. Idézem. Ha azt hittük volna, hogy egy önálló magyar hadsereg nélkül önálló magyar állam nem lehet, vagy hogy ez felel meg legjobban Magyarország és a monarchia érdekeinek, nem ajánlottuk volna a később törvényhozásilag elfogadott közös védelemrendszerét, rendszerét, hanem igyekeztünk volna a magyar hadsereg létesítését legalábbis megkísérleni. De mert az önálló magyar hadsereg eszméjét nem csak kívánatosnak nem, hanem határozottan veszélyesnek tartottuk, mégpedig nem csak a monarchia, hanem még inkább Magyarországa nézve ez eszmének létesítését meg sem kísérlettük, sőt, azt kezdettől fogva kizártuk a kiegyezés programjából. Idézet vége. Nem tudom továbbá megállni, hogy ne idézze Mandrási nevezetes hasonlatát, amelyel a kérdés veszélyességét igyekezett a már említett beszédében érzékeltetni. Idézem. Az önálló magyar hadsereg eszméje hasonlít azon sötétzöld réthez, mely a tapasztalatlant ellenállhatatlanul vonzza magához, csak aki reál lép, győződhetik meg arról, hogy az nem szép rét, hanem vészt rejtő mocsár. vége. Deák és Andrási tehát a hadsereg egységét a kiegyezés alapjának tekintette, amely nélkül a közösség és kölcsönös védelem, ahogy Deák a pragmatika szankcióból levezette, nem valósulhat meg. Ha tehát nincs egységes haderő, nincs kiegyezés sem. Andrási azonban azt is világosan látta, hogy ezzel a kérdést mégsem lehet egyszerűen levenni a napirendről. Túlontúl túl komoly magyarországi belpolitikai erők sorakoztak fel a magyar hadsereg ügye mellett. 1848-49 a szabadságharc egykori résztvevőit tömörítő honvéd egyre hangosabban követelték a magyar honvédség felállítását, és a követelést különösen a szélső balpolitikai erők is támogatták. Ezzel összefüggésben megerősödő kosut kultusz komoly belpolitikai veszélyeket jelentett, végső soron a kiegyezés elutasítását követelő tömegmozgalom már volna. A kormányzó Deák párt mindezt persze nem engedhette meg, Andrási egyfelől ügyes manőverekkel sikerrel hatástalanította a honvédlegyetek felől fenyegető veszélyt, másfelől komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogyha már a közös haderővel egyenértékű magyar hadsereg nem létezhet, valamilyen honvédsége mégiscsak legyen a magyarságnak. Mindez nem ment könnyen, mivel a bécsi katonai körök már a honvédség puszta említésére gyanakodni kezdtek. Kemény tárgyalások során a magyar kormányfőnek sikerült elfogadtatnia a tárgyaló partnereivel és magával az uralkodóval a magyar honvédség létét, ám ennek érdekében nagyon is le kellett csökkentenie az újonnan megszülető haderő harcértékét. A valóságban mindaz, ami a végén megmaradt, hadsereg is volt, meg nem is. Ennek érzékeltetési rájön itt néhány jellemző számadat. Az 1869-ben létrehozott 82 gyalogzászlóaj csak papíron létezett. Mindegyik zászlóaj a törzsön kívül csupán egyetlen állandó századdal rendelkezett, amelyekben szintén egyetlen szakasz alkotta a keretet. Hasonlóan alacsony létszámok jellemezték a másik engedélyezett fegyver nem a lovasság csapattesteit is. Egy lovas század mintegy 40-42 emberből és 20-35 lóból állt. Egészen elképesztő, hogy a teljes honvédség aktív állománya a gyalogságnál kezdetben soha nem haladta meg a 4500 lovasságnál a 2000 főt. Vagyis a teljes honvéd gyalogság alig tett ki egy hadi állományú ezredet. Érthető módon ez a békeállományú honvédsereg katonai szempontból aligha volt komolyan vehető. Igaz, az újoncok bevonulásával a létszámok fokozatosan növekedtek, és az első világháború előestéjére összességében valamivel meghaladták a 30 ezer főt. Ennél persze lényegesen magasabbak voltak a hadi létszámok. Kezdetben 85 ezer, 1895-re 183 ezer, 1905-re pedig több mint 200 ezer. A fokozatos fejlesztések révén 1914-re a Honvédség amely 1912 után, mint már voltról szó, kapott tüzérséget is, lényegében utolérte a közös hadsereget, és minden tekintetben ütőképes haderővé vált. A hadszervezet felépítése miatt azonban a Honvédség csapattestei a közös hadsereg hadtesteinek arra tartoztak, már békeidőben is. A későbbiek folyamán az önálló magyar haderő kérdése folyton napirenden maradt, és alapvetően Igen, Meghatározta a dolgok magyar parlamenti ellenzék magatartását. A honvédség fokozatos fejlesztése azonban időlegesen háttérbe szorította a nemzeti haderők követelését. Sajátos módon az új uralkodó, ugye a József halála után 1916 végén trónra lépett Károly császár király volt az, aki az ügyet komoly formában újra napirendre tűzte. A magyarok rég követelésének megvalósításától persze komoly belpolitikai eredményeket várt, ám mint rövid uralkodása alatt annyi másban is csalódnia kellett. Utasítására Szurmai Sándor, az akkori magyar honvédelmi miniszter 1917 őszén kidolgozott egy televezetet, amelynek tárgya a külön magyar hadsereg megteremtése volt. Ennek lényege, hogy a jelenlegi létező közös császári és királyi haderőt két egymást kiegészítő részre, egy magyarra és egy osztrákra osztanák, és ezek olvasztanák bele a honvédséget, illetve a landvert. Megőriznék viszont az összhaderő egységességét szervezeti, vezetési, illetve kiképzési téren. A tábornokikkal és a töröskarok szintén egységesek maradnának, jelentős változás lenne viszont hogy bevezetnék a magyar vezényleti és szolgálati nyelvet valamennyi magyarországi kiegészítési csapattestnél, intézetnél, továbbá a Magyarországon működő magasabb parancsnokságoknál és azok hivatalainál, illetve intézményeinél. Még az írásbeli érintkezést is magyarul kellene ezen hadseregrészeken belül folytatni, bár a német, mint közvetítő nyelv használata megmaradna a legfelső parancsnoksággal folytatandó levelezésben. Másrészt viszont a hadsereg a magyar részénél szolgáló valamennyi tisztnek meg kéne tanulni a németül beszélni és írni. Ezeket a helyeket egy bizonyos átmeneti időt követően már kizárólag magyar állampolgárok tölthetnék be. A jelenlegi mindkét honvédelmi minisztérium belarovadna a közös hadügyminisztériumba, amely ezt követően egy magyar és egy osztrák hadügyminisztérium már válna szét. Kéne továbbá létesíteni a hadiflottar ügyeinek intézésére egy haditengrészeti minisztériumot, amely jellegét tekintve közös lenne, fennhatósága emellett kiterjedne a legfelsőbb főpránszokság szerveire, valamint a bosznia hercegovina területéről kiegészülő csapattestekre is. A két hadügyminisztérium önállóan felügyelné a két társország hadseregének kiegészítését, kiképzését és elhelyezését. Minden esetre a részben a vezérkar főnökének egyetértésével. A két hadsereg Persze két önálló katonai igazságszolgáltatást is szervezet is feltételezne, illetve egy harmadikat is Boszni-Hercegovinában. A jelenlegi hadsereg a jövőben nem csak háborúban, hanem békében is fennmaradna, mint legfelsőbb főprátsokság, kiegészülve egy állandó főszállásmesteri hivatallal is. Összességében közös intézmények maradnának, tehát a Halitengészeti és Hadügyminisztérium, valamint a legfelsőbb főprátsokság, az uralkodó katonai irodája, a tábornoki kar és a törzskarok, a haditengerészet, német vezérleti és szolgálati A bosznia hercegovinai csapatoknál szintén megmaradna a német nyelv használata mindaddig, amíg a két annektált tartomány államjogi helyzetét véglegesen nem rendezik. Mit jelentett volna a reform a számok nyelvén? Az új hadseregben az első magasabb egység adosztály lenne, amely a gyalogsági csapatok mellett lovas, tüzér, műszaki, vonat, sőt repülő csapatokat is magába foglalnak. Egy ilyen összfegyvernemi hadosztály alapvetően 12 gyalog, illetve vadász ezredből és egy lovas ezredből, valamint három tüzér ezredből állna. A gyalog ezredek általában három-három zászlójat tartalmaznának. A hadsereg magyar része összességében 312, az osztrák 381, a Hercegovini kontingens pedig további 28 zászlóajból adódóan az összhaderő ereje 721 zászlóját tenne neki. Ez 60 osztálynak 26 magyar, 32 osztrák és 2 boszniai-hercegovinai felel meg. Ehhez jönne még egy további kombinált tanhadosztály, alapvetően kiképzési illetve kísérleti célokra. A későbbiek során a 66-osztályt 20 egyenként 3-3 divízióból álló 6 testbe szerveznék. 10 osztrák, 8 magyar és 2 boszniai-hercegovinai. A hat kiegészítési kerületek is megváltoznának, ezekből Ausztriában 6, Magyarországon öt, bosznia hercegovinában pedig egy létesülne. A magyar hadseregen kívül természetesen megmaradna a horvát szlavorniai területekről kiegészülő csapattestek különállása. A 312 magyar zászlóhajból összesen 38 lenne horvát, a 26 osztályból három, a testből egy. A tervezetet több lépésben megvitatták az akkori haderő legmagasabb tekintélyű tábornagyaival, illetve hadseregpanosnokaival. A tábornokok azonban az uralkodó legnagyobb csalódására általában a reformot elutasították. Egy 1918. január 8-ai tanácskozáson például jelenlévők közül, mutatom őket, összesen 12-en voltak, tehát 12 tábornok, Itt közöttük ugye az uralkodó. Tehát közöttük Jenő Főerceg, Konrád, Köves, Krobatin, Bőmermoli, Borojevics, Kritek, Kirbak, Sajens túl elvetette, és csupán József Főerceg, itt egy különképpen látható, valamint Wurm, Vencel Wurm tábornok támogatta a haderő keleti osztásának és az önálló magyar hadseregnek ötletét. A masszív ellenállást látva Károly levette a napi a kérdést, bár a háttérben tovább folytatódott az előkészítő munka, mivel az uralkodó láthatólag nem mondott le a magyarok megültalmazásának gondolatáról. Még 1918. szeptember közepén is tartottak az ügyben megbeszélést. Az önálló magyar hadsereg megteremtésére persze eleve csak a háború befejezése után követett volna, ha egyáltalán sor. Minden esetre az összeomlás hozott egyfajta megoldást, de aligha ha olyat, amelyet az uralkodó és tábornokai elképzeltek. 1918 őszén, fél évszázados fennállása után az osztrák-magyar monarchia megszűnt létezni. Magyarország számára a birodalom felbomlása persze egyet jelentett az Ausztriához fűződő kötelékek elszakadásával és a független államiság visszaállításával. És bármekkora a belső autonómiát is élvezett a monarchiában belül a lajtán inneni országfél, az önálló állami lét hiányzó feltételeit most hirtelen kellett pótolnia a forradalomban megszületett Magyarországnak. Az október 31-én hatalomra került új kormány már másnap határozott lépése szánta el magát, amely alapvetően meghatározta a leendő magyar hadsereg kialakulásának feltételeit. Linder Béla, mint újonnan kivatalba lépett hadügyminiszter, távirati parancsot adott. Továbbítás céljából a bádemben székelő osztályok magyar hadsereg főparancsnokságnak, amelyben elrendelte valamennyi magyar alakulat azonnali fegyverletételét. Linder nem véletlenül választotta titulusként adügyminiszterit szemben a korábbi honvédelmi miniszterivel. A dualista hadseregszervezetben a honvédelmi miniszter kizárólag a magyar királyi honvédség csapatai felett rendelkezett. Hatásköre azok felett sem volt teljes. A közös hadsereg magyarországi kiegészítési alakulataiban szolgáló katonákhoz viszont még ennyi köze sem lehetett. Linder hadügyminisztereként pontosan azt kívánta jelezni, hogy magyar hadsereg és magyar főprászlanság hiányában ő egyedül jogosult a magyarországi csapatok felett rendelkezni. A hadsereg főprászlanság belekeiben azonban meglehetős visszatetszést szült Linder lépése, mind kiadásának módját, mind hangnemét illetően. A magasrangú tábornokok kifogásolták a tegnap még tüzérkari alezedésként rangban jóval alattuk álló újdonatúj miniszter eljárását, konkrétan azt, hogy neki a működő hadsereg alakulataival szemben semmiféle parancskiadási joga nincs. Másrészt komolyan megdöbbentette a hadvezetést, hogy Linder, Dacára vezérkari kiképzettségének nem tudta vagy nem akarta felmérni lépések közvetlen következményeit. Ez pedig egy szakképzett tiszt esetében nyilván elvárható lett volna. Milyen konkrét következményekről lett szó? Tekintettel arra, hogy a magyar csapatok nem egységesen a többi nációtól elkülönülve, hanem velük nagyon is összekeverve kerültek alkalmazásra a küzdelemből való azonnali kivállásuk, amennyiben a értelmében sor volna, az ellenállás rögtöni összeomlását eredményezte volna. Nem tudni, vajon számolt-e ezzel a következménnyel Linder. Az ő utólagos értelmezése szerint igen, mivel a népkormány, idézem, ezzel a döntő lépéssel egyben a volt monarchia és Németország vezetőségét is hasonló lépésre akarta kényszeríteni. Hiszen a közös kötelékben harcoló magyar ezredek fegyverletétele szükségképpen maga után kellett, hogy vonja Ausztriában és Németországban is az autokrata militarisztikus uralom bukásával kapcsolatban a vérontásnak minden fronton való azonnali megszüntetését. Idézet vége. Csak hogy az egyoldalú fegyverletétel, amely a Linder parancsot adott, nem feltétlenül jelenti a vérontás azonnali megszüntetését. A frontvonal felbomlása a gyakorlatban azzal a veszélyre fenyegetett, hogy az ellenséges hadsereg erre szemben megszűnik minden akadály. Kizárólag a másik fél hadvezetésén múlik, milyen mértékben használja ki a felkínált lehetőséget. A fegyverszüneti szerződés megkötése előtt ott hagyni a frontot nagyon nagy kockázattal jár. A front felbomlása az ellenséggel történő megállapodás hiányában szinte bizonyosan kaotikus állapotokat teremt. A rendszeretlenül visszaőzönülő fegyveres katonatömeg fenyegetést jelent győztesre és legyőződőre egyaránt. Linder parancsa ezért vérménységülettől függően zavart, illetve felhárboldást váltott ki a még álló osztrák-magyar alakulatok parancsnokságaiból. Igaz, a hadügyminiszter szerint az a kérdés, hogy milyen hatása volt az ő parancsának, teljességgel akadémikus, mivel idézem, a magyar csapatok fegyveretételére vonatkozó parancsot, ugyanis a hadsereg főparancsnokság nem teljesítette. Időközben pedig a Weber Diaz féle fegyverszőnyeti tárgyalások eredményre vezettek. vége. Tény, hogy Linder parancsát a hadsereg főparancsnokság az uralkodó utasítására először valóban nem továbbította. November 2-án reggel erről a hadügyminisztert is tájékoztatták. Miután azonban a magyar politikus minden felelősséget magára vállalt, a várható következményekért, arcvezérkari főnök utasítást adott, hogy a parancsot minden kommentár nélkül juttassák el a hadseregcsoportok az. Minden esetre hadügyminiszter komoly felelősséget vállalt magára a parancs továbbításának kérőszakalásával, és alig ha rajta múlott, hogy ennek nem lettek még súlyosabb következményei. Mivel időközben, november 3-án, Padovában tényleg aláírták a monarchia és az Antant közötti fegyverszüneti megállapodást, és mivel a frontok felbomlása néhol már valóban korábban megkezdődött, nem lehet kizárólag Lindert, illetve a magyar kormányt a bekövetkezett káoszért felelőssé tenni, amint az osztrákok tették később egyébként. A november 3. Nem, november 1-i nevezetes parancs azonban nem csupán a fegyveletételre vonatkozólag tartalmazott utasításokat, hanem intézkedéseket követelt a magyar katonák leszerelésére és fegyver, lőszere, valamint felszerelés nélküli hazairányítására is. A rendelkezés célja, hogy egyetlen magyar katona se lépesse át fegyveresen a magyar határt. Végrehajtása azonban csak részlegesen teljesülhetett, akiktől nem sikerült még a fronton elvenni a fegyvereket, azoktól legkésőbb a határokon, még a határ túloldalán a szomszédos államok által kiküldött bizottságok, vagy már hazai földön a Károlyi kormány fogadóbizottságai próbálták meg ugyanezt. A katonák azonban számos alkalommal ellenálltak, mivel létbiztonságuk feltételét látták a fegyverek megtartásában. Korabeli visszaemlékezések tanulsága szerint ugyanakkor akadtak szép olyan alakulatok is, amelyek együtt maradtak és így érték el Magyarország határát. A Károlyi kormány és annak hadügyminisztere tudatos politikai döntést hozott november 1 amikor a világháború világháborús bakák százezreinek leszerelése mellett határozott. Ez azonban persze nem jelentette azt, hogy az ország haderő nélkül maradt. Hiszen az öt legfiatalabb korosztályt, azaz az 1896 és 1900 között születetteket továbbra is fegyverben kívánták tartani. Mellesleg ez a katonatömeg jóval meghaladta volna azt a kontingenset, amelynek felállítását az Antantal 1918 november 13-án Belgrádban aláírt katonai konvenció Magyarország számára engedélyezett, vagyis a 6 gyalog és két lovas hadosztályt. Összehasonlításul egy átlagos gyalog hadosztály ütközött létszáma mintegy 16 ezer puska volt. A világháború utolsó évében Magyarországról behívottak közül alkalmasnak bizonyultak száma ugyanakkor közel százezres nagyszerűendű a statisztikák szerint egyetlen évben. Csak hogy a sorozott haderő működtetése mindig is feltételezte a megfelelően hatékony államhatalom meglétét. A katonai szolgálat alól kibújni 1918 őszének Magyarországán nyilván jóval könnyebb volt, mint a dualizmus alatti boldog békeidőkben. Így alig meglepő, hogy az öt korosztálynak csupán teleget eleget szolgálati kötelezettségének, ráadásul ezen csapatok fegyelme is kritikán aluli volt. Az állandóan katonai pusztor tartó kormányzat ezért nagyon is megkívánta válogatni, kinek kezébe ad fegyvert. Így a sorozott állományt fokulatosan szélnek eresztették, és előtérbe került a toborzást, toborzott haderő megszervezése, amelyet a szociáldemokraták elsősorban a szervezett munkások, illetve a szakszervezetek tagjai közül szerettek volna felállítani. Erre azonban a Károlyi kormányzat alatt már nem jutott idejük. Az 1919. március 21-én hatalomra került tanácsköztársaság kikiáltása után viszont azonnal megkezdődött az új vörös szervezése, amit mint annyi mást az oroszországi példa követése határozott meg módon. Mivel szovjet oroszország hadserege a proletariátus osztály hadserege volt, a bolsevizmus magyarországi híveinek állama is osztály hadsereget épített magának. Ebbe, mint a, a megalakításról szóló március 24 rendelet kimondta, a proletariátus öntudatos, szervezett, de önként jelentkező elemeit kellett tömöríteni. A későbbi kommunista pártörténetírás által dicsőséges 133 nap nak nevezett időszakra, hogy jellemző belső viták és konfliktusok e szervezési alapelv elfogadásában is megnyilvánultak. Pogány József, a katonatanács korábbi kétesírű vezetője, mint újdonsült hadügyi népbiztos, valamint Szamuel Tibor és Szántó Béla között, közötti ellentét egyelőre az előbbi győzelmével végződött. Pogány ugyanis a tobozás, az az önkéntesség fenntartását támogatta, szemben két helyettese álláspontjával, akik az általános védközeledettség bevezetését szorgalmazták. Pogány ragaszkodott az öntudatos és lehetőleg szervezett munkásság bevonásához, mivel nem kívánta a hadsereget a legalábbis potenciálisan reakciósnak tartott parasztság képviselőivel meggyengíteni. A rendelet bevezetni kívánta a kor egyik nagy, demokratikusnak tűnő találmányát is, a parancsnokoknak az alsóbb, raj, illetve szakaszprásnoki beosztásokban választás útján történő kijelölését. Szovjet-orosz példa alapján hozták létre a politikai biztosok intézményét, akiknek kifejezett feladata volt az ideológiailag megviszolatlannak minősített régi szakképzett tisztek, ezeknek a szakértelmére átmenetleg igényt tartottak, az ellenőrzése. Elalterozták továbbá munkás tartalék zászlóanyag felállítását is, ezekbe kizárólag munkások tölthették volna be a parancsnoki beosztásokat. Pogány azonban nem sokáig maradt a hadügyi népbiztosság élén. Szamaivel együtt már április 4-én visszahívták, és helyettük egy öttagú kollégium vette át a hadügyek irányítását. Ennek tagjai Bőn Vilmos, Kumbéla, Filler Rezső, Béla és Holbrich József. Első és legfontosabb indítkezése a katonatanácsok felosztatása volt, és ezzel a kettős hatalom felszámolása. Nehezen, gyakorlatilag egyáltalán nem tudott megbirkózni a kollégium a fegyelmezés terén jelentkező súlyos problémákkal, amelyek abból adódtak, hogy a proletár hadseregben nem kívánták alkalmazni a monaria hadseregében gyakorlatban volt sokszor kegyetlen fegyelmezési módszereket. A katonák öntudatára viszont alig számíthattak. Az új hadsereg az elképzelések szerint hat ezek mindegyiken, mindhárom nem nemeszt tartozó csapat testeket tartalmazott, valamint a székely különítményből és a Duna-őröségből Dunai, Dunai állt. A toborzás minden nagyon vontadottan haladt. Április közepére alig haladta meg 50 ezer főt. A tanácsköztársaság tényleges felelje ennél a valóságban nagyobb volt, mivel a fentilatokhoz még hozzá kell számolni a demarkációs vonalak mögött állomásozó állományokat is. A várakozástól elmaradó tobozási eredmények ellenére a vezetőket nem aggasztotta a várható külső támadás. Kumbéla még április 11-én is úgy gondolta, hogy sem az Antant maga nem tud kezdeni semmit, sem az utódállamok hadseregeit nem tudja ellenünk felhasználni. Alig öt nappal később azonban a román királyi hadsereg a Tiszántúlon váratlan támadást intézett a magyar állások ellen. A meginduló külföldi intervenció pillanatában az erőviszonyok rendkívül kedzőtlenek voltak a számunkra. Az ellenséges csapatok többszörös létszám fölént élveztek. Ráadásul a puszta számadatok a valóságban nem egymással összevethető harcértékű csapatokat ragaszkoztak, hiszen a Vörös Hadsereg túl a szervezésem, és harckészültségük sem volt megfelelő. Az ellenséges túlerő azra veszélyel fenyegetett, de ellenállás nagyon gyorsan összeomolhat, és az ország teljes egészében idegen megszállás alá kerül. A harcok első két hete folyamán elszenvedett veszteségek hatására a harcoló csapatok állománya mintegy egyharmadával csökkent. A reménytelen helyzetbe került székely különítmény pedig április 26-án letette a románok előtt a fegyvert. Egyrészt ők tovább harcolta a vörös hadseregben. A románok május 1 elérték a Tiszát és elfoglalták Szolnokot, a császlovákok április 30-án Munkácsot, május 2-án Miskolcot és elérték Felgótaliánt. A válságos helyzetben a kormány szerepét betöltő kormányzó kormányzótanács május 3-án elrendelte az általános mozgósítást, pontosabban a munkásosztály általánosítását. Létrehozták a Vörös Hadsereg parancsnokságát. Időnként főparancsnokságnak írták. A főparancsnok bőn Vilmos lett. a vezérkari főnök pedig Stromfeld Aurél, íme. aki a frissen a zászlók alá jelentkező munkásokból három hét alatt ütőképes hadsereget ígért. Minden esetre az átszervezett vörös hadseregbe tömegesen jelentkező, általában a világháború frontjain edződött katonaviselt emberek, legénységiek és tivatalos tisztek egyaránt, a haza elvesztésének veszélyét kézzelfogható közelségben érezve tömegesen tettek eleget a mozgósítási parancsnak. A két világháború közötti magyar politikai és katonai elit sok tagja szolgált ebben a vörös hadseregben. Ezért később magyarázkodni kényszerült. Mindenesetre ez a hadsereg felkínálta a arra, lehetőséget arra, hogy mindazok, akik készek rá, fegyverrel védelmezhessék a hazát. A későbbi események tanúsítják, hogy amíg ez volt a hadseregben szolgáltott teljesítők között a valódi összetartó erő, addig ez a hadsereg kiválóan helytállt és harcél messze felülmúlta a vele szemben álló, szembenileg tűrőben lévő és lényegesen jobban felszerelt, de nem a hazájáért harcoló hadseregeket. Legalábbis időlegesen. Mert ha a diplomáciai zöld asztal mellől nem kapnak időben segítséget, akkor minden helytállás értelmetlenné válik. A mozgósítás eredményeképpen újjászülető vörös hadsereg létszáma május közepére már túlhaladta a százezer főt. Az egységesé vált hadművelet irányításnak köszönhetően a frontokon megszilárdult a védelem. Sőt, mivel a románok hátában az ukrán vörös hadsereg eredményes hadműveleteket kezdett, átmenetek lehetővé vált, hogy a Tiszai front rovására az erőket és asztalákok ellen összpontosítja a magyar haderő. Május 15-én a vörös hadsereg parancsnoksága ellentámadást mellett döntött. A csak hamar meginduló északi hadjárat a magyar hadtörténelem legsikeresebb hadműveletei között tartozik, még akkor is, a végső kimenetele a kényszerűségből elrendelt visszavonulás miatt inkább kedvezőtlennek mondható. Mint ismeretes, a jelentős magyar sikerek hatására Clemenceau francia miniszterelnök követelte a magyar csapatok visszavonását az általa közölt végleges határvonal mögé. Cserébe ígéretett a román csapatok kivonására a Tiszántúrról. Az ajánlat persze ultimátum jellegű volt, elfogadásán vagy elutasításán múlhatott Magyarország sorsa. A heves és hosszú vita után született döntés értelmében Böhm, mint főparancsnok, 23-án közölte a Csasztavák főparancsnokkal, a francia Pellé tábornokkal, hogy a vörös hadsereg másnap befejezi a hadműveleteket és alárja a fegyverszünetet. Stromfeld nem értett egyet a döntéssel és lemondott, de július 3 a, a posztján maradt. Helyére Julier Ferenc került. A Tiszai fronton hiába vált visszavonulásra válaszul elrendelt július 20-ai 20, -ai, 20 -ai kétségbe esett támadás kudarcba fulladt. A románok ellentámadását a vörös nem tudta elhárítani, a katonai összeomlás el, el vált. Augusztus 1-én a forradalmi kormányzó tanács lemondott. Az ország jelentős része román megszállás alá került. A tanács köztársaság honvédő háborúja mindesetre megmutatta, hogy adott esetben az osztályhadsereg hogyan képes néphadseregként működni. De azt is, hogy igazán csak néphadseregként ütőképes. Ehhez pedig a proletár internacionalizmus ideológiai alapja nem elegendő. A nemzeti jelképek mindenek előtt a piros felir, zöld színek használatától a proletár állam vezetése viszont következetesen elzárkózott, a nacionalizmusnak tett engedménynek minősítve azt. Ezzel rövidlátó módon utolsó esélyét is eljátszotta annak, hogy a hadseregben átmenetileg meglevő közös alapot, amely a hon védelemének érdekében megteremtődött, továbbra is fenntartsa. Sajátos módon a magyar társadalom megosztottsága 1918-19 folyamán az egyik legpregnánsabb módon éppen a hadsereg szervezés terén mutatkozott meg. Az eltérő érdekű és ideológiájú társadalmi erők saját fegyveres erők kialakítására törekedtek, amelyből lehetőség szerint igyekeztek kiszorítani a számukra ilyen olyanokból megbízhatatlannak minősítetteket. minősítetteket. A tanács köztársaság osztályhagyserege kezdetben nem szívesen adott volna fegyvert a birtokos osztályok tagjainak, és lehetőleg a munkások részvételére számított. A baloldai rendszer fennállása alatt aktívan szervezkedő ellenforradalmi csoportok ugyancsak megválogatták a fegyveres erőik tagjait. A Károlyi Gyula vezetés alatt álló szegedi ellenforradalmi kormány hadügyminisztere Horti Miklós Altengernagy 1919. június 6-án adta ki rendeletét a Nemzeti Hadsereg felállításáról. A szervezés feladataira megteremtett fővezérség által létrehozott haderő kezdetben csupa hivatásos, illetve tartalékos tízből állt. <kül> a tránsköztársaság bukását követően a Nemzeti Hadsereg áttette tevékenységét a Dunántúrra, és aktív had haderőfejlesztésbe kezdett. A fővezérség kezdetben toborzással kívánta a szükséges létszámot biztosítani. Kire számítottak? Elsősorban a földművesekre és a középosztályra, illetve általában vagyonos osztályokhoz tartozókra, akikről feltételezhető volt, hogy a baloldali, különösen a szélső baloldali eszmék távol állnak tőlük. A toborzás azonban nem hozta meg a kívánt eredményt. Ezért Horti augusztus 20-án felhatalmazást kapott arra, hogy hat hónapi terjedő időre behívással növelheti a haderőt. A sorozással ugyanancsak a fenti rétegekre támaszkodtak. Viszont kizárandónak minősítették a zsidóságot és a szervezett munkásságot. A behívottaknál az alkalmasságnak a testi felépítésen és megfelelő erőn kívül fontos feltétele volt az elkölcsi politikai megbízhatóság. Így megkülönböztettek kifogástalanokat a kategória, illetve megbízhatatlanokat B kategória. Nem lehet csodálkozni azon, 1919 Magyarországán a sorozás nem bizonyult túl, túlzottan népszerűnek, annak ellenére sem, hogy az egyház és a pedagógus társadalom támogatását is igyekeztek igénybe venni a rendkezési fokozására. A katonai alakulatok szervezésével párhuzamosan folyt a karhatalmi erők és a polgárőrség létrehozása is. Fontos és meglehetősen hírhet szerepet játszottak a tiszti különítmények, amelyeket 1919 nyarán még Prónai és Ostenburg Szegeden kezdtek el szervezni. Ezek a csoportok számos terrorcselekményt követtek el, és a nemzetközi tiltakozás hatására 1919. decemberében vadászászlójakká szervezték át őket. Így módon a nemzeti hadseregbe olvasztva próbálták a nyilvánosság elől elrejteni, de egyben fegyelemre kényszeríteni őket. Erre egyébként az Antant nyomása is rákényszerítette Hortit, aki a román kivonulás után 1919. november 16-án Budapestet tette át a székhelyét. <kül> 1919, bocsánat, 1920 tavaszán a Tiszántúlon is megkezdődött a sorozás és a behívás. Az év második felére a Nemzeti Hadsereg már hét gyalog és egy lovas rendelkezett. Annak ellenére, hogy a június 4-én aláírt trianoni békeszerződés a magyar haderő létszámát csupán 35 ezer főben határozta meg, az Antant egyelőre nem szorgalmazta a katonai rendelkezések betűszerinti szerinti végrehajtását. Az új hadsereg kiegészítése a békeszerződés értelmében nem történhetett az általános védkötelezettség alapján. Ennek ellenére a magyar kormány tovább folytatta a korábbi gyakorlatot. Ugyanakkor a sorozások alkalmával fokozottabb mértékben ellenőrizték a besorozandók politikai megbízhatóságát. Ennek oka az volt, hogy míg korábban főként a rendszer iránt eleve lojálisnak számító rétegekhez tartozók besorozására törekedtek, a hadsereg létszámának kívánatos növekedéséhez immár szükségésé vált a dolgozó osztályokhoz tartozók behívása is. Esetükben pedig indokoltnak nyatkozott, az ideológiailag kevéssé megbízható a kiszűrése, illetve a problémások feltérképezése. A kommunista gyanúsoknak minősítetteket az ellenforradalmi rendszer potenciális ellenzőit külön nyilván tartották. A magyar kormányzat 1921-ben végül is rákényszerült arra, hogy jogilag is eleget tegyen a trianoni béke rávonatkozó katonai rendelkezéseinek. Ennek értelmében 1922. január 4-től a nemzeti hadsereget felváltotta a Magyar Királyi Honvédség. Ez a haderő a békeszerződés szigorú korlátozó intézkedésének államják szervezett kiátszása mellett is alig ha be a nemzet hadseregének szerepét. Arra eleve alkalmatlan volt, hogy a világháború után elveszett területeket erőszakkal visszaszerezze. Erről a békemű megalkotói gondoskodtak. Ennek a hadseregnek nem lehetett légi és folyami hadereje, nehéz tüzénysége, harckocsijai, vegyi és műszaki csapata, vezérkara, végrealtására alkalmas irányító testülete. Korlátozták fegyverei és összlét számon belül a tisztjei számát. A rejtett fejlesztés és a különféle fedőszervek mellett is ez a hadsereg az ország védelmére is alkalmatlan lett volna. Mindezt egy olyan történelmi korszakban, amikor az állam nem hivatalos ideológiai talpköve a revízió. Ha lehet békésen, ha nem, akkor fegyverrel. Ez a magyar királyi honvédség a végeredménye annak a hosszú folyamatnak, amely valamikor 1867 körül kezdődött, és 1918-19-en keresztül Tianóz vezetett. Összefoglalóan elmondhatom, hogy az 1867-es kégyezéssel a magyar hadsereg ügye megoldatlan maradt. Tulajdonképpen zárója bekerült, akárcsak csak nemzeti önállóságunk ügye. Az Ausztriával megteremtett államközösség keretein belül a közös és együttes védelem szükségessége felülírta a nemzeti véderő szükségességét. Andrássi Gyula honfitársaival és a Bécsi udvarral egyaránt elfogadtatta a honvédség felállításának gondolatát. A magyar függetlenség hívei számára ez a honvédség magában hordozhatta egy majdani önálló haderő ígéretét. Ám az ígéretből sohasem várhatott valóság, hiszen az a 67-es gondolkodás számára egyet -egy tett volna a kiegyezés megtagadásával. Így aztán a hadsereg kérdésének állandó feszegetése a rendszer, azaz a kiegyezés híveinek szemében rendszer ellenes követelésnek mutatkozott. A képlet leegyszerűsítve így hangzott aki önálló magyar hadsereget akar, az gyengíti a monarchia biztonságát. Minden olyan reform, amely a katonáskodás magyarosítása felé mutatott, végső a kegyezést, ezzel pedig a magyarság érdekeit sértette. A világháború azután a dualizmus régóta szükséges, de szinte mindenben lehetetlenek bizonyuló reformját elkerülhetetlenítette. Akár mint végződik, is a háború, a monarchia átalakítása mindenképpen bekövetkezik. Ferenc József halála után az uralkodó az önálló magyar hadsereg ügyét is a megvalósítandó reformok közé sorolta, ám szembesülnie kellett azzal, hogy elképzelései mennyire komoly ellenállásba ütköznek. A hamarosan bekövetkező vereség és összeomlás aztán a hadsereg reform kérdését is megoldotta. Kiderült azonban, hogy az állami önállóságát visszanyert magyarság számára, gyakorlatilag megoldatlan problémát jelent a véderő. A frontról visszatérő fegyveres tömegben a hatalomra jutott politikai erők inkább veszélyforrást láttak, nem pedig egy új demokratikus hadsereg felállításához készen álló kiképzett emberanyagot. Politikai döntést hoztak hát, és lemondtak erről az emberanyagról. A leszereltek helyébe azonban nem sikerült olyanokat állítani, akik készek és képesek a határok megvédésére. A polgári demokratikus fordalom magyar hadseregének ügye belpolitikai játszmák, belső hatalmi küzdelmek ügye lett, a honvédelem ügye a háttérbe szorult. Minden politikai erő óvakodott attól, hogy ellenfelei kezébe is fegyvert adjon. A felállítandó aderőben lehetőleg olyanokra kívánt számítani, akikben megbízott. A Károlyi kormányzat katonai pucstól rettegett, a baloldal a szervezett munkásokat fegyverezte volna fel. Jobboldali katonatiszti csoportok szervezkedtek. Egy forradalom végletesen megosztott társadalomának még az elemi önvédelmi reflexe is, mintha rosszul funkcionált volna. A proletariatúra uralmátása követően egy rövid időre a külső veszély végletes fokozódása megoldani látszott legalább átmenetileg ezt a problémát. A radikális pártállam viszonyai között azonban ez aligha lehetett tartós. A tanácsköztársaság bukása után a rendszer politikai irányultsága gyökeresen megváltozott, a társadalom megosztottsága azonban nem. Ilyen körülmények között a hadsereg kiegészítésénél a megbízhatósági szempontok kerülnek előtérbe. A viszonylag szűk, tömegbázisú hatalom számára a fegyverhez jutó kiválasztása nem egyszerű feladat. A háborúból vesztésként kikerülő Magyarország számára a békeszerződés és katonai kérdésekben is rendkívül szigorú feltételeket írt elő. A sorozott hadsereg felállításának tilalma eleve szűk korlátok közé szorította a hadi Csonka Magyarország Csonka hadserege nem jelentetett fenyegetést a szomszédaira, ám még a haza megvédésére is elégtelen volt. Köszönöm szépen a figyelmet!